Sajnálatos módon egynapos versenyek egész sora tűnt el bő egy év alatt országszerte a fogadhajtó sportban. Tolna megyében is zajlik a kulisszák mögött egy küzdelem, már ami a versenyrendezést és persze a túlélést illeti. Tolnamözs a város időközben örvendetes módon tovább erősödő lovasklubja, pozitív példa élejáró e tekintetben, kétfordulós akadályversennyel, ezt követő vadászhajtással, majd másnap a mostanság divatba jött kombinált hajtással kedveskedett a C, illetve a D kategóriás hajtóknak, no és az érdeklődő közönségnek, amely szép számmal állta körül a pályát már az első napon, hamisítatlan wursli hangulatot teremtve. Ehhez hozzájárult a maga egyedi, békebeli terepjáró kocsijával, kétségtelenül a ritkaság számba menő Fjord lovaival, vagyis nosztalgia fogatával a hazai versenyző Schubert János, aki bizonyította, nincs feltétlenül szükség holland versenyrovakra, ő a D kategóriában, a negyedik vonalban, akadályhajtásban felküzdette magát összetettben a negyedik helyre. Ő egy ilyen jellegzetes fajta, fjord fajtájú lovakat hajt. Ők nem a gyorsaságukról híresek, de igenis meg tudják azt csinálni, amit a nagy lovak, és igenis láttuk, hogy megcsinálták. Kicsit elfáradtak, de őnekik is az a nap olyan volt, mint a többi lónak. Mindenkinek egyforma volt a pálya, és mindenkinek egyforma volt az egész, amit teljesíteni kellett. 2008-ban megindult egy tradíció, egy új pályaépítés, egy új hagyomány itt a Mözsi Lovas napokon, és ugye lettek háromnapos versenyek. Most azok ugye elég nehéz ezeket összeszervezni, meg nehéz az egészet lekoordinálni, de tehát kettő naposra egyelőre úgy érzem, hogy van kapacitásunk, ezért is csináljuk a két látványos versenyszámot két napban, ugye a maraton és az akadályhajtás zajlik itt a szombat és a vasárnapi napon. Technikás pályát építettek a mözsiek, Júniány belső akadály vétele, megközelítése, a sikeres ráhajtás fogós feladat volt mind a C, mind a D kategória versenyzőinek. Örvendetes jelenség, hogy tömegsport kategóriának hívott D-ben nagy a mozgolódás, ami jelzi, van igény jó néhány megyében ebben a magyar sikersportágban annak űzésére. Erre jó példa a házigazda Tolnamözsi Lovasklub, amely három versenyzővel képviseltette magát a D kategóriában, egy pedig a C-ben indult. Ismét egy kicsit szaporodott a Mözsi Egyesület fogatai, gondolok én egy gyorsan felsorolom, Cseh Ákos az újhajtónk, a Nagy Péter, a régi újhajtónk az új lovaival, a Cseh Lászlónak is egy igen jó fogata van most ebben a mezőnyben, meg a Schubert János volt még, aki mözsi színekben indult. A mezőnyben az egyes kategóriák rutinos ismert versenyző is jelen voltak négy megye képviseletében. Ők a papírformának megfelelően a jobb helyeken végeztek. A rendező mözsi fogatok mellett Tolna megyéből Tamási Nagydorog, Pincely és Paks képviseltette magát egy-egy fogattal. A C kategóriában, akadályhajtásban és a kombinált hajtásban is érdekelt volt a tolnamözsi régi motoros hajtó Cseh László, aki az akadályhajtásban jobb második fordulóbeli teljesítményével is csak a 17. helyet tudta megszerezni, de nem volt egyáltalán elégedetlen, mert mint mondta, nem erre a versenyszámra fókuszált. Én a B kategóriából jöttem, de most jelenleg az itt Tolna megyébe elég gyenge lábakon mozog, úgyhogy most maradunk itt a C-be, csináljuk ezeket a kombinált versenyeket, az Egyesületben pedig van kettő hajtó, aki aktívan versenyez, sőt, most már több is van, mert új tagokkal bővültünk, úgyhogy haladunk, megyünk, és az Egyesület él. A népszerű hajtó elárulta, őt már nem igazán a klasszikus fogathajtás, hanem az abból létrejött új versenyszám, a kombinált élteti, emiatt tért vissza nagy-nagy motivációkkal a sportágba. Ez a szám, a kombinált hajtás egyre népszerűbb országszerte. A kombinált hajtás egy nagyon érdekes versenyszám, ezt a téli fedett pályás versenyekről vették át, és csináltak neki egy szabadtéri szabályzatot is, és ez úgy adódik össze, hogy maratonakadály, mind a háromnapos versenyeken, tehát fix maratonakadályok ugyanúgy felbetűzve, csak nincs úgy, hogy minden akadályból kijövünk szakaszra, hanem ugyanúgy be vannak építve a sejbák a pályára, mellette a maratonakadályok. Tehát ez egy 12-16 akadályos pálya, pályaépítőn függ ez az egész. Kettő darab maratonakadály van ebben az egészben, ugyanúgy A-tól F kapuig kell teljesíteni, és a 10 sejba pár ott az adott, és a szint, tehát a legjobb idő, legkevesebb hiba pont.
pont nyer, és ez a nézők számára is egy igen-igen látványos hajtás magába, ott mikor a maratonba forognak a lovak, ott gyors is, lendület is van, a kocsi is sodródik, tehát ott tényleg minden olyan, ami látvány, abban benne van. Nos, Cselacink nem hiába várta ezt a kombinált számot, mert ez meghozta számára az átütő sikert, óriási csatában maradt ugyanis. Alul, kis különbséggel, a győztes Lajos Mizsei hajtóval szemben az elsőségért, és ezen versenyszám ezüstérmese lett, aki ezzel a legeredményesebb Tolna megyei versenyzőnek bizonyult a kétnapos nagyszabású rendezvényen, ami minden tekintetben sikeres volt a hajtók és a szép számú nézők számára is. Nem kérdés, hogy a városi önkormányzat ezután is lehetőségei közepette minden támogatást megad ennek a több mint sportrendezvénynek. Érezhető volt mindez a díjátadásban résztvevő alpolgármester nyilatkozatában. Fontos, úgy gondolom, a város vezetése város vezetésének is, hogy itt Mözsön ilyen jellegű események is legyenek. Fontos a tradíció megőrzése, fontos az, hogy fiatalok is lássák ezt a kitűnő sportot, hiszen olyan hagyományokat, olyan mesterségeket elevenít meg, amik úgymond kihaló félbe vannak, de ebben nekünk évszázados tradícióink, hagyományaink vannak, akár a lótenyésztésben, akár ezeknek a fogatoknak az összeállításában, ezeknek a kocsiknak az elkészítésében, egy lószerszám elkészítésében. Bízom benne, hogy tovább fog fejlődni a sportág. Ma én úgy láttam itt a délután folyamán, annak ellenére, hogy riogatott az eső bennünket, nagyon szép számú közönség érdeklődő volt, nagyon sok fiatal volt. Fontos, hogy a fiatalság beleszeressen ebbe a sportba, példaképeket keressen, példaképeket találjon. A Tolnamezsi Lovasklub berkeiben még egy versenyt terveznek az idén szeptemberben. Ha az is hasonlóan sikeres lesz, napirenden lehet már a 2022-es év tervezésekor a régi szép időkre emlékeztető háromnapos versenysorozat visszahozatala.